A Krémi Híd az ukrán védők célpontja. Semlegesíteni kell, mivel a megszállók háborúra használják, jelentette ki pénteken Volodymyr Zelenszky elnök az Aspeni Biztonsági Fórumon tartott online beszédében. Az elnök emlékeztetett, Ukrajna célja a Krím felszabadítása a megszállóktól, hiszen országunk szuverén területe és népünk szerves része. Ugyanakkor szerinte a Krémi Híd nem csak egy kis logisztikai útvonal, mert rajta az orosz csapatok lőszert kapnak és militásokat, az egész félszigetet. Számunkra ez törvényen kívül, a nemzetközi jogon és a kötelező normákon kívül épített ellenséges objektum. Ezért ez a célpontunk, és minden olyan célpontot, amely nem békét, hanem háborút hordoz, semlegesíteni kell, hangsúlyozta Volodymyr Zelensky. Elfogadhatatlanok a fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajók elleni fenyegetések jelentette ki Di Carlo az ENS politikai és béketeremtési ügyekért felelős főtitkár helyettese az ukrán gabona exportjáról szóló egyezmény orosz felmondása után a Moszkva és Kijev által tett kijelentésekre reagálva elfogadhatatlan, hogy a fekete-tengeren közlekedő kereskedelmi hajókat vegyenek célba, jelentette ki a politikus. A Fekete-tengeren elhelyezett, kereskedelmi hajózást veszélyeztető aknákról szóló jelentések is aggasztóak, tette hozzá Rosemary Di Carlo. El kell kerülni azt a kockázatot, hogy egy szándékos vagy véletlen fekete-tengeri katonai incidens miatt szélesedjen a konfliktus, ennek mindnyájunk számára katasztrofális következményei lehetnek, hangsúlyozta a főtitkár helyettes, megismételve António Gutierrez főtitkár szavait, aki csütörtökön határozottan elítélte a fekete-tengeri ukrán kikötők elleni orosz támadásokat. Oroszország hétfőn jelentette be, hogy nem újítja meg a Fekete-tengeri Orosz-Ukrán Gabona Egyezményt, amelyet 2022 nyarán írt alá Oroszország, Ukrajna, Törökország és az ENSZ. Az orosz hatóságok ezután közölték, hogy minden ukrán gabona szállítására használt kikötőbe tartó kereskedelmi hajót célpontnak tekintenek. Ukrajna felszólította Varsót, hogy nyújtson segítőkezet és szorítsa zsákutcába Oroszországot, miután az kilépett a Gabona megállapodásból, jelentette ki Denis Mihály miniszterelnök pénteki sajtótájékoztatóján. S Mihály nehezményezte, hogy a mostani rendkívül nehéz időkben Ukrajna felhívásokat hall Lengyelország részéről, hogy az Európai Unió zárja le a határait az Ukrán Gabona előtt. Kijev a maga részéről nagyra értékeli az orosz agresszió során nyújtott rendkívüli lengyel segítséget, és mindig hálás lesz érte, tette hozzá a miniszterelnök. Mindig önök az elsők, akik támogatják Ukrajnát. Mindenkinél jobban megértik, hogy Ukrajna ma egy pajzs, amely megakadályozza az orosz barbárok bejutását Európába. Ezért arra kérjük önöket, hogy ne ragadjanak le a szólamoknál és a populizmusnál, fogalmazott Mihál. Hozzátette: Szólamok és rövid távú politikai célszerűség helyett együttműködést és szakértői párbeszédet kínálunk, javasolta a lengyel félnek Denis Mihál. Az Európai Bizottság május elején döntött arról, hogy megtiltja az ukrán búza behozatalát Bulgáriába, Magyarországra, Szlovákiába, Lengyelországba és Romániába az országok belföldi piacaira gyakorolt negatív hatás miatt. A korlátozás eredetileg június 5-ig volt érvényes, de szeptember 15-ig meghosszabbították azokat. Július 27-én Kárpátaljára látogat Dmitro Lubinec, az ukrán parlament emberi jogi biztosa, amelynek keretében találkozott tart az ukrán hadifoglyok és eltűnt katonák hozzátartozóival. A hírt az ombudsman Telegram csatornáján közölte. A találkozón csak az ukrán fegyveres erők Ungváron és Kárpátalja megyében állomásozó egységeinek és alakulatainak családtagjai vehetnek részt. A résztvevők regisztrációja 2023. július 26-án 13 óráig tart. A 097 431 4173-as telefonszámon. A találkozó során a családok kérdéseket tehetnek fel szeretteikről, más intézmények képviselőivel együtt válaszolok rájuk, olvasható a bejegyzésben. Oroszország fegyveres agressziója rontja az ukrán talaj termékenységét, jelentette ki Katerina Litviskó, az állami környezetvédelmi felügyelőség képviselője a Military Media Centerben tartott sajtótájékoztatón. A rakétacsapások, lőszertalálatok, repeszek és sahidok hatására a talaj szerves ásványi teste teljesen megváltozik. Csökken a nedvesség és a savasság, a talaj veszít termőképességéből közvetlenül csökken a talaj homogenitása. Ez a különböző szennyezőanyagoknak magában a talajban való felhalmozódásához is hozzájárul, jelentette Kilitviskó. Ezen kívül az oroszország csapásaitól kigyulladt olajtározók égése következtében korom, kénsav és kőolajtermékek termékek oxidációs vegyületei képződnek és kerülnek az atmoszférába. Hosszú ideig maradhatnak a légkörben. Ennek időtartama a sűrűségüktől, a szél sebességétől függ, majd fel fognak halmozódni a talaj, a növények a víz felszínén. Az ökoszisztéma nem osztható fel különálló elemekre, a hatás mindenre kiterjed, tette hozzá Katerina Litvisko. A tömeges tűzesetek megelőzése érdekében a megyében erdőlátogatási tilalom lépett érvénybe, közölte a Kárpátaljai Megyei Katonai Adminisztráció közösségi oldalán. Az előrejelzések szerint országszerte emelkedik a levegő hőmérséklete, ez növeli az erdőtüzek kockázatát is. Ennek megelőzése érdekében tilos az erdőket, a tranzitútvonalakat leszámítva személygépkocsikkal és egyéb járművekkel látogatni. A korlátozások nem vonatkoznak az Ukrán Fegyveres Erők egységeire, a Nemzeti Gárda, az Ukrán Biztonsági Szolgálat, a Belügyminisztérium, a mentőszolgálat és egyéb katonai, illetve félkatonai alakulatok járműveire, valamint az erdészetek szükségleteinek kielégítésére szolgáló eszközökre. Ugyanakkor hangsúlyozzák, szervezett csoportok hegyvidékre, erdőterületekre történő látogatása csak erdészeti szakemberek kíséretében lehetséges.